Porkoláb Cecília a Magyar Nemzeti Balettintézet végzős növendéke, aki első helyezést ért el a Budapest Ballet Grand Prix senior kategóriában. Cecília, mesélj a versenyen szerzett tapasztalataidról és élményeidről. Nagyon élveztem ezt a versenyt, nagyon jól volt megszervezve, illetve a balettórákat is nagyon nagy élvezettel csináltuk. Nagyon kényelmes volt a színpad, szép nagy volt, és izgalmas volt új táncosokat megismerni, illetve olyanokkal találkozni, akiket már ismertünk előtte. Milyen műsorszámokat láthatott tőled a zsűri a versenyen? Előadtam a Hattyúk tava című balettból az Odettnek a variációját, illetve a Kispúpos ló című balettból egy variációt, és egy modern számot, amit Fadónak hívnak. Nem ez az első versenyed, és több más versenyen is nagyon szép helyezéseket értél el. Milyen a felkészülés egy hasonló megmérettetésre? Ez az egész folyamat úgy indul, hogy a mesternőm kiválasztja, hogy milyen variációt szeretne, hogy táncoljak, és utána egy héten több alkalommal próbálok vele, utána megkapjuk a jelmezt, akkor abba is kell külön próbálni. Úgyhogy ez egy nagyon hosszú folyamat, és mindig nagyon izgatott vagyok, és nagyon élvezem. Gratulálok az eredményedhez, nagyon szép teljesítmény volt. Most pedig folytassuk a következő riporttal, az ősbemutatóval, a Valuskával.